Hát mindenkinek Ryder vagyok, és ismét Minecraftozunk. Ugyebár ez a harmadik évadunk, és az előző évadban sikeresen szereztünk egy lovat, akit most annyira nem tudok nektek megmutatni, de szerintem még él. És eldöntöttük, hogy a lónak a neve az lesz, hogy Rorró. Mivel ugye tegnap, az előző epizód napján két epizód jött ki, és beszéltem így Zorróról, nem is, megmondom ezt a köszintén, nem is tudom már, hogy mi volt az oka, hogy én Zorróról beszéltem. Igazából én csak így mondok dolgokat, és akkor kijönnek vicces dolgok néha napján a számon. És azt mondtátok, hogy legyen Rorró, mert R, mint Ryder, aztán értitek, Rorró Gaming, ahogy ezt mondtátok is. Szóval Rorró lesz. Azon kívül ma egy kisebb-kis ásós epizódot fogok tervezni. Bocsánat, bányászós. Mivel eltölt most a vascsákányom. Nem igazából szeretnék gyémántot találni minden hamarabb. Gyémánt nagyon-nagyon jó lenne. És akkor lennének menő cuccaink. Lenne gyémánt szettünk, ami nagy biztonságot jelent, ez lap is, ez nem érdekel annyira minket. Lenne gyémánt szettünk, ami ugye nagy biztonságot jelent. És igen, meg gyémánt kardjaink, ami szintúgy kurva jó, szerintem nem kell mondjam, hogy miért jó, hogyha van. És azért le akarok most társadalni a 5-ös mélységig, ugye? Az a cél, mindig, hogy 5-ös mélységig ássunk le. Azért van egy, ha megfigyeltétek az eszköztáramat, akkor látjátok, hogy van még egy plusz csákányom. Itt fel vagyok készülve, én felkészültem a jégkorszakra, mint a dodók. A jégkorszak című filmben? Oké. Csomó vas, ami jó, persze, mert nagyon-nagyon király. De igazából vasból nem érzünk semmiféle hiányt. Én úgy érzem. Nem hallok még lávák, ami nagyon-nagyon jó. Mert általában, amikor én ilyen bányákat ások, ugye az előző évadban is, hoppá, vöröskő. Előző évadban is csináltunk ilyen bányát. És ott is az volt a baj, idézőjelekben, hogy mindig lávába futottunk, mert amikor egész mélyen voltunk, akkor mindig lávába futottunk. Remélhetőleg ez most nem fog megtörténni, de hát nem vagyok látnok. Annyira 9-es mélységben vagyunk, az jó, akkor az már 8, az már 7, 5, még ez már 5 akkor. Bocsánat, 6, igen. Érdekes, hogy a fejembe azt mondtam, hogy 6. De valahogy mégis 5 jött ki a számon. Néha azon gondolkozok, hogy talán segítene a YouTube karrieremen az, hogyha megtanulnék beszélni. De csak néha. Tehát ez nem mindig gondolok ilyesmire, hogy anyós uraim, nem. Lássuk csak, hogy akarjuk ezt csinálni. Azt mondja, hogy kettőt kell kihagyni, ez azt mondja, hogy itt fogunk ásni egy csíkot, akkor kettővel megyünk arra, az 3-mal, meg még 2-vel. Tehát akkor 6-od egy irányba, oké. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Igen, és akkor ez lesz az utolsó. Wow! Oké, van, nem is akartam arra menni igazából. Jézus, meg kell ilyen pöcs legyél. Jézus, miért vagy ilyen pöcs? Jó. Vöröskő az jó, az majd kelleni fog, ugye? Mindenféle cuccoz. 1, 2, 3, 4, 3, ez már 6, ez pont 6. Akkor ki kéne számolni így is egy hosszúságot magunknak. Igaz? Tudom, ott van a gyémánt, tudom, láttam.
Készítettek, tisztenteni fogok. Készítsétek a billentyűzetet, hogy... hogy kiment nekem jókat, de nem kell. Mondjuk... Lehet, hogy azon gondolkozok, hogy ezen az oldalon lehet, hogy akkor mindennek teljesen vége, és hogy csak láva van. Hatalmas egy láva tenger. Ami azt jelenti, hogy itt kell dolgozni egy csomó. De kezdetnek csináljuk 5-öt. Akkor 5x3 az 15. Ugyatok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, és még egyet. 15. Oké, tehát kezdetnek eddig kell eljutni. És aztán meglátjuk, hogy hogy haladunk tovább. 3, 4, 5, 6, jó. És akkor itt visszafele. Tudom, ez nem a legizgalmasabb epizód, de mondtam már nektek, hogy olyan véleményen vagyok, hogy... Hát, túl sötét van. Hogy mindent fel kéne vegyek, mindent fel kell vegyek ebbe a végigjátszásba, hiszen ez egy hardcore végigjátszás, és hogyha meghalok most, például rám folyik a láva, és meghalok, akkor hogy állok elétek, hogy hát az történt, hogy csak bányáztam, és nem akartam felvenni, mivel csak bányáztam, és akkor ez nem volt érdekes, de véletlenül nagyon-nagyon balfasz voltam, és belementem a lávába, és szarrá égtem, mert hardcore-on játszottam, és ott sebez a legtöbbet a láva. Igazából az tök jó kifogás, szerintem. Nem. És kifogás! Kivéve, amikor Dark Souls videózunk, mert akkor van. Nem akarok lespörelezni semmit, szóval hallgatok. Kétesen hallgatok. És hozzácsaptam az egeremet az asztalhoz. A legproduktívebb dolog valaha, amit csináltam. Komolyan. De azért egy gyémánt, az kevés. Egy gyémánt, nem gyémánt, két gyémánt, fél gyémánt. Tesó? Mi ez a fekete? Tudom, mit váltsánk a vége, igaz? 96... 358... Azt a 64-je... Ez lehet, hogy olyan 5-ször lehet? Lehet, hogy ott váltsánknak a vége? Mindegy, nem számít. Nem probléma. Lehet, hogy egy jelvet kéne... Nem kéne jelvet frissíteni. 8-as jelven van, vagy 1.8-as. Oké, mindegy. Ne törődjünk el. Szóval ott tartottam, hogy nem akarok lesporrelezni a következő Dark Souls ritmi epizódot. Nem is fogom! Nézzétek meg! Sokat szenvedtem miatt, hogy megcsináljam. Lényegében. Oké. Most az az egy gyémát, az tényleg nem gyémát, szóval... Kéne még egy kicsi. Ne csináld ezt velem, játék! És így, mert megvan a borítókép. A borítókép megszületett vala, illetve a hangom elment vala. És... A jó hír az, hogy lesz egy csomó... kövünk. Amit fel tudunk majd használni, ugye? Nem tudom, hogy láttam már valami láva textúrákat, mármint. Értitek, nem tetszik ez a... Ja, bocs. Nem tetszenek ezek az új kövek, azért, mert idegesítőek. Mivel nem rendes kő. Legyen világosság. Idegesítőek. Mert itt száll előttem elép egy szúnyog. Szúnyog a tél közepén! Mi a pöcs? Nem, azért idegesítőek, mert csak kevesebb követ kapunk. Követ kapunk. És lassabban tudjuk megépíteni a várat. Nem, mint hogyha kellene panaszkodjak, hiszen 1, 2, 3,
4, 5 stack kövünk van már alapból, bár az nem lesz elég. Tehát ezt megmondom nektek előre, az a kőmennyiség az nem lesz elég. Ahhoz a város, amit én akarok építeni. Legalábbis remélem, hogy nem lesz elég. És... igen. Hopp! Na, alakul a dolog. Ki akarom ásni? A válasz az, hogy igen, ki akarom ásni. Még annak ellenére is, hogy csak egyet dob le, a bűvelés, az enchantolás nem úgy néz ki, hogy valamikor a közeljövőben fogjuk csinálni, szóval inkább legyen meg a gyémánt, és akkor tudjunk gyémánt cuccokat csinálni most. Én most ezt így gondolom. Oké, szóval ez nagyon-nagyon úgy néz ki, ez az út, ez a hosszú út, hogy itt megyünk tovább a semmibe, ami kurvára jó, de szerintem fejezzük be itt ezt a bányászást. Menjünk fel, aztán, hogyha felmentünk, igazából a vasakat ki kéne szedni mind közben. Szóval, hogyha felmentünk, akkor építsünk bára. Oké, akkor én meg fogom vágni most a cuccokat. Ez tökéletes le volt! Fuck yeah! Oké. Szóval itt vagyunk a kis fárunknál, a kis épülő kis fárunknál. És akkor kíváncsi vagyok, hogy Rorró itt van-e még köztünk? Ez a név. Hopp, itt van, király! Rorró még nem ment sehová. Jó, akkor folytassuk, ottól abba hagytuk, elder szavak, és húzzuk fel tovább a falat. Én azt mondom, a mondó vagyok. Hopp. Jó lesz így. És akkor itt szépen lassan, amúgy érdekes, hogy várat építünk, de abszolút semmi okunk rá. És tényleg abszolút semmi okunk rá. Azon kívül nagyon-nagyon menő a várépítés, mint olyan, semmi okunk sincs rá. Ugyanis mit nyerünk vele? Ha akarnánk, tudnánk élni az egész játékot, örökkön, örökké, abba a kis városba és abba a kis betképbe, amink van nekünk. Amink van nekünk. Látszik még, hogy reggel van, bár ittam kávét, szóval. Szóval igen. Már a kávénál tartunk, ugye, ez az egyetlen igaz ital. Meg a sör. A sör az mindenképp. Nem. Ne ígyatok sört! Ha nem vagytok 18 évesek, akkor ne ígyatok sört! Én 21 vagyok, szóval ígyatok sört! Igazából ittam már korábban is, mint 18. De nem, most teljes komolyságban. Srácok. Inkább srácok, mert azért a srácok több sört isznak, mint a hölgyek. Szóval tényleg, hogyha nagyon fiatalok vagytok, akkor azért nem azt mondom, hogy egy pohár sört ne igyatok meg, mit tudom én, egy hétvégén, vagy ilyen szilveszterkor, vagy ilyesmi. Mondjuk akkor pezsgőt kell inni. De ez csak mértékkel, mert különben olyan retardok lesznek, mint én. És ki akar olyan retard lenni, mint én? Hagytam kívül. Nem én választottam a retard életet, a retard élet választott engem. Oké. Mit csináljuk azzal a tócsával? Ezt be kell fedni, mindig be fogjuk fedni. Nem lőtt dolog. Mit csináljuk vele? Ezt be kell fedni, be fogjuk fedni. És én Imberhide eldöntött, hogy mit csinál a tócsával.
És... igen. Oké, tök jól haladunk. Ezt a falat már nem tudja megrezni senki, emberfia. Túl sok itt a tehén. Tényleg a saját teheneinket kell táplálni. Pizzával. Emlékszik valaki arra a műsorra, amikor volt ez a két art benne, és volt benne ez a maki majom? Azok kajáltak mindig pizzát. Azért szeretem én annyira pizzát, meg azért, mert kurvára finom. Pizza az igaz kaják közé tartozik, hölgyeim és uraim. Hogy kéne ide csinálni a lépcsőt? Igazából... igen, úgy volt, hogy... ez a toronynak az egyik vége, igen, tehát itt vannak a lépcsők. Jó, akkor kezdjünk el lépcsőt tenni helyett. Én azt mondom. Könnyebben fel tudjuk ide jutni. Bem, lépcső. Bem, lépcső. Bem, lépcső. Kitaláltok, hogy mit fogok mondani? Kitaláltok? Bem, lépcső. Lépcső. Lépcső, hard. Oké. Fuck! Zuhanok lefele össze-vissza. Jézus, miért nem álltál be úgy, hogy akartam, hogy beállj? Oké, megszerű. Van itt egy kis... nem kis, jó kis lépcsőnk, nem így akarunk. Haj, de muszáj lesz. Így nem tudunk felmenni ott szépen. Fel tudunk egész jól. Oké, akkor így marad. Szóval van egy egyszerű lépcsőnk, amivel fel tudunk jönni eddig. Ami eddig még nem jó semmire, de fel tudunk jönni, szóval... szóval építsünk itt tovább így fel, és tudom, hogy ott így semmi, de majd lesz, ne aggódjatok. Nem kell aggódni. Hashtag no para. Rájöttem, hogy ez kell legyen az én mondatom, hogy hashtag no para. És kéne csinálni ilyen hashtag no parás pólót. És mindenki nézze, hogy miért van itt egy Minecraft figura. Akin Börzs, aki van egy RG logóval a hátán. Jó, ezt pakoljuk vissza gyorsan. Igazából... nem is tudom, milyen viszonyom van az ilyen YouTube-os pólókkal, meg társaival, hogy értem én a lényegét, hogy azért van úgy igazából, mert ez is csak bevétel a YouTube-osnak, azért is van, mert ez is csak bevétel a YouTube-osnak, hiszen azért a YouTube szúnyog száll a mikrofonomról, köszönöm. Tök legit rászállt a mikrofonomra. Egy pillanatot, ez lesz a legmagasabb pontja a várnak? Vagy ez lesz a toronynak a legmagasabb pontja? Ez lesz a várnak a legmagasabb pontja, igen. Jó hatalmas lesz. Nem baj. Nem baj. Szóval... értem valamennyire azt, hogy pólókat csinálnak az emberek, mert bevétel, és azért a YouTube az nem egy olyan munka, főleg Magyarországon, ami könnyű. Tehát fizikailag könnyű, szellemileg közepes, viszont olyan szempontból, hogy az ember kurva nagy YouTube-os legyen, és megnőjön, ahhoz az úgy nagyon-nagyon nehéz. Az úgy tényleg embert próbáló feladat. Te leestél? Anya szomorító! Oké, szóval... a várunk alakul, akárhogy nézzük, akárhogy akarjuk tagadni, a várunk alakul. Jó, Digger. Valamit elbasztam.
Valamit szerintem elbasztam. Au. Meg kell nézzem, hogy hogy működik úgy igazából. De mert látjátok, ott van a... Addig megy a lépcső. És azt szerintem azt jelenti, sőt, tutira azt kell jelentse, hogy eddig tart a fal. Eddig tart a fal, így, ilyen magasságig. Vagyis, igen. És innen már csak az a torony készülne, és felfelé egy ilyen hatalmas, nagy, magas lesz torony. Megkerüljek egy tehét. De még igazából csak azért tudod meg őket, ide jöttek a földemre! Nem jöhetsz ide a földemre! Kicsit be van dugulva az óron. Lehet, hogy lehet hallani. Lehet, hogy lehet hallani. Igen, Ryder! Yes! Yes! Szóval... ezzel végig gondolkozni fogok egy picit, hogy ott mi legyen. És akkor majd a következő epizódban megoldjuk. Addig is. Köszönöm szépen a figyelmet, és tudjuk már, hogy elfelejtettem. Remélem tetszett a mai videó, és hogyha igen, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, hiszen az engem, az nekem nagyon sokat segít. Valamint. Ha jöttök a csatornára, akkor iratkozzatok fel. Mert még nem haltuk meg, és még jön Minecraft! Ah, Ryder voltam. És mint mindig. Játsz tovább!